A mogyoró és az égerfa virágzásával egyidejűleg jellemzően február végétől figyelhetőek meg az allergiás tünetek, azonban az enyhe időjárás következtében esetenként már korábban is megkezdődhet az allergia szezon. Hazánkban népbetegségnek minősíthető az allergia, hiszen a lakosság 30%-át, azaz minden harmadik embert érint. Ez az arány évről évre növekvő tendenciát mutat. Ezt okozhatja a helytelen táplálkozás, a mozgásszegény életmód és a környezetszennyezés is. Mint dr. Böcskei Ágota, fülorgégész szakember elmondta, az allergiának a kezelése ott kezdődik, hogy az allergénektől távol tartjuk magunkat és koncentrációját csökkentjük. Ezt például a szellőztetés mellőzésével, pollenszűrő használatával, napi hajmosással és szemtünet esetén napszemüveg hordással tudjuk elérni. Az allergia koncentrációt még úgy lehet csökkenteni, ha szemcseppeket használok, ami kimosná az allergiát okozó anyagokat szemkötőhártyáról, vagy orr átmosó oldatokat használok, maszkot hordok, stb. Aztán, ha ezek nem elegendők, akkor jönnek itt természetgyógyászatos módok, egyedül a D-vitaminnak látom értelmét, tehát magas dózisban adva lényegesen csökkenti az allergiás hajlamosságot. A táplálékaink közül a tej-tej termékek feltétlenül fokozzák ezt a hajlamot, meg ha nagyon sok gabona alapú szénhidrátot fogyasztunk. A baj, hogyha ezeket csökkentjük, az nem egy-két napon belül hoz látványos eredmény, tehát azt hónapokon át, vagy életmódszerűen így kellene élni, hogy mondjuk jövőre vagy az utáni évben ne legyen. Allergia esetén ordugulás, orrfolyás, tüsszögés, köhögés, fejfájás, esetenként láz, illetve hidegrázás figyelhető meg, pontosan úgy, mint az influenzánál. De nem szabad összekevernünk a két betegséget, hiszen egészen más kezelést igényelnek. Komoly szövődménnyel is járhat, ha nem megfelelőképpen orvosoljuk a problémát. Tudtuk meg a szakembertől.